Az előző videóban, amiben az új grimasség őrületről beszéltem, a körülötte lévő trendről, hogy mégis mi történik például a TikTokon, ugye a shortsokban, ahol is isznak ebből a ségből, majd összezuhannak, megígértem ebben a videóban, hogy külön csinálok videót a grimaszról is, a McDonald's-os ikonról, hogy mégis hogyan találta a Mackey őt ki, miért gondolták jó választásnak, mi a története, és mégis mi inspirálta ezt a séget, ami végzetes. Ha szeretnél több ilyen videót látni, kérlek mindenképpen nyomj egy lájkot, hiszen 3000-nél lesz folytatás, de csak persze akkor, hogyha tetszik ez a videó majd közben. Ja, és egyébként válaszolok a kommentekre. Hogyha valaki ránéz erre a figurára, valószínűleg nem egyből állapítja meg, hogy mégis mi ez. Ő az egykori úgynevezett McDonald's-land reklámoknak a szereplője. Ezek a reklámok még a 70-es, 80-as években voltak láthatóak, és a legtöbb ilyenben szerepelt is, ugyanúgy, mint például Ronald. Tudjátok, a bohóc. Ő volt ennek a bohócnak a legjobb barátja, már a reklámokban is. Eleinte gonosz grimasznak nevezték, ez adta a személyiségét. Azért is volt gonosz, hiszen annyit adtak neki sztorinak, hogy mindig az emberektől turmixot lop, és ebben leli öröm. Volt, amikor úgy ábrázolták, hogy születésnapi partikat rendez, ugyanúgy, mint például most 2023-ban, mivel az a sék most azért is került képbe, mivel az 52. születésnapja van, igen, egyébként valószínűleg azért, mivel valószínűleg az 50-nél eszükben sem volt, vagy a világban a történések miatt maradt el, nem tudni. Egyébként ez a óriás lila lény alapvetően érzelmes. A születésének a jegye az ikrek, a sztoria egyébként alapvetően régen is eléggé összetett volt. 16 éves korában kapott egy piros autót, ahogy megkapta a jogosítványt azzal együtt. Van néhány megmaradt kép, például ez a 99-es reklám, amiben is a grimaszt úgy ábrázolták, mintha a grimasz szigetről jött volna közénk. De volt ilyen reklám is például, amikor ezzel kapcsolták össze. Ez az egyik legdurvább, hogy itt eléggé komoly szálak vannak, például volt egy nagybátyja, aki ugyanúgy egy kabala volt a Shamrock Shake-hez. Azt állítják egyébként, hogy június 12-én született, valószínűleg e környékén találták ki, amikor is megjelent ez a lila shake még akkoriban. Akkoriban gonosz, grimasz néven volt elérhető ez a shake, azt viszont nem annyira tudni, hogy miért tűnt el, valószínűleg ez csak egy ilyen alkalmi ajánlat, amit néha-néha visszahoznak, visszahoztak. De látjátok, semmi sem lehetetlen, viszont valószínűleg azt már nem fogjuk megtudni, hogy mennyi eltérés is lehet a kettő között, ha csak nem valaki már akkoriban is ivott, és most is. Már ha vissza lehet ennyire emlékezni, és valakinek megvan. Egyébként az is érdekes, hogy ez nem az első grimasz, volt egy, megelőzte egy másik változat is, amikor még 4 karja volt. Azért valljuk be, hogy ez már még annyira se barátságos. Később azért is váltották le, hogy csak 2 karja legyen, mivel úgy gondolta a Mackey, hogy a gyerekeknek már túl félelmetes. Írd le kommentbe, hogy szerinted is így volt. Talán egyébként a SpongeBobhoz lehetne hasonlítani, hogy ugyanúgy jószívű, ügyetlen, kicsit bénácska, tehát a stílusa egy per egy megegyezik. Az 1980-as években történt egyébként az a nagy átalakulás, és ez a durva, hogy egészen 2003-ig használták őt reklámokhoz. Ahhoz képest szerintem rettentő sok ember nem is hallott róla 1-2 hónappal ezelőtt. Elég rejtélyes módon tűnt egyébként el, valószínűleg azért, mert teljesen új brandet váltotta meg ki, sokkal inkább kelendő volt ez a bohóc. Valahol egyébként meg is lehet érteni, hogy alapvetően ezekről a lila színekről már nem a Mackey ugrik be, hanem sokkal inkább ez a bohóc. És az a durva egyébként, hogy még coint is akartak belőle csinálni. Néhányszor eléggé bizarr, nagyon fura dolgok történtek ezekben a reklámokban, aminek úgy alapvetően a koncepcióját nem lehet teljesen összerakni, persze sejtett, de elég érdekesek. Persze ebben a korszakban elég érdekesek is voltak a reklámok. Például az egyik 1972-es reklámban Ronald meglátogatja a grimaszt egy barlangban, és innen inkább nem is folytatom, csak bevágom és próbáljátok megfejteni. You were sensational. Ronald. And so are these McDonald's shakes and Coca-Colas and hamburgers. Ez nagyon komoly váltás azért is jött el, amikor lekerült a gonosz név róla, mivel sokkal inkább egy jó srácot akartak belőle csinálni, ami mondjuk eléggé érdekes, hogy nem inkább egy új karaktert hoztak létre, hanem egy gonoszból akarták megcsinálni az ellentétét. Lehet úgy voltak vele, hogy ő már egy bevált karakter, ismerik, miért is ne. Akkor a népszerűségnek örvendett egyébként a 70-es évek végén, hogy még az O. Grimesit is bevezették, aki volt a nagybátyja, akit már említettem. Neki is volt egy szezonális séke, és később, ami még meglepőbb, hogy 99-ben a nagy nénjét is létrehozták. Tehát később szinte egy rendes családot hoztak ki. Voltak olyan reklámok is például, amikor az egész grimasz család elutazott egy szigetre, és ott éltek a grimaszok. De szerintem erre már senki sem emlékszik. A Mackey régen olyanokat is nyilatkozott, hogy a grimaszt a természetéről lehet megismerni, eléggé kétértelmű, de hogy mi is az a grimasz, azt talán sosem fogják tudni megmondani, még ők sem. Tehát eléggé spontának voltak még ők is. Mondták néha azt, hogy például egy szörny egy szigetről, vagy hogy egy zseléf volt, esetleg valami óriás lila csepp,
egy lila paca, de sokszor csak úgy hivatkoztak rá, hogy a gyerekek kedvence. És hogy is került most képbe, ezt mondtam el az előző videóban is. Lényegében tényleg annyiról van szó, hogy visszaszerették volna kicsit hozni a közéletbe, hogy megismerjék az újabb generációk is, ezért az 52. szülőnapjára visszahozták a séket. Basszus, azért így vágás közben ébredek rá, hogy azért gondoljatok bele, hogy 52 éves csak ez a karakter. Hihetetlen. Sajnos mi nem fogjuk tudni valószínűleg megkóstolni, mivel úgy tartják, hogy ez teljesen amerikai sztori, oda tartozik a Grimace is, ezért nem valószínű egyébként, hogy Európa környékén sok helyen lesz. Főleg, hogy ez csak valószínűleg egy pár hetes dolog. A videó 99% a TikTokon vicc vagy paródia, sokan meg akarják lovagolni a hype-ot, szóval véletlenül se gondolja senki azt, hogy ez tényleg végzetes. Van nyilván egy csomó ember, aki poénból csinálja, meg olyan is, aki el szeretné hitetni az emberekkel a megtekintésekért. Kommentbe írd le, hogy te ismerted a Grimace-t, esetleg volt szerencséd megkóstolni ezt a séket régebben, vagy most, hogyha jártál külföldön, földön, és azt is, hogy neked a Grimace a szimpatikusabb, vagy a Ronald Bohóc. Nézd meg ezeket a videókat is, találkozunk legközelebb, sziasztok!